azért gyülekeztünk össze, hogy megemlékezzünk egy jeles napról. 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, mivel a kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz megírását. Erre az eseményre emlékeztek pénteken délelőtt a tanórák közti szünetben a Hévízi Általános Iskola tanulói, akik a jeles művet szavalták és énekelték el. Isten áld meg a magyar jókedvelőséggel! Az intézmény vezetője elmondta, fontosnak tartják a gyerekek hazafias nevelését, a nemzeti identitásuk fejlesztését, és mindig igyekeznek méltóképp megemlékezni a jeles napokról. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, ebből az alkalomból minden évben csinálunk egy kis rövid megemlékezést. Az idei évben a szokásoshoz hasonlóan minden évfolyam megkapta a himnusz egy verszakát, amit osztályonként el fognak mondani, közben pedig egy kis filmvetítéssel, vagyis hát egy PowerPoint bemutató vetítéssel emlékezünk meg erről a jeles napról. A felkészítő pedagógusok egyike kiemelte, külön öröm volt számukra, hogy most összegyűlhettek az iskola zsibongójában, ahol közösen szavalhattak a gyerekek. Megírása a magyar kultúrának a napja, amelyet néhány évvel ezelőtt színészi kezdeményezésre együtt szaval a nemzet, ez volt a programnak a neve, ehhez kapcsolódva kezdtük el megünnepelni. Nagy sikert aratott a gyerekek körében, élvezték a közös, együttes versmondást. Sajnos az elmúlt két évben a Covid lehetetlenné tette az együtt szavalást. Osztálykeretben rendeztük meg, és hallható volt az iskola különböző termeiben megszólaló verszak. Az idei év öröm a számunkra, mert végre a hagyományos formába tarthattuk ezt meg. Az ünnepség végén a megszokott zenekari kíséret nélkül kizárólag a tanulók hangján zengett a nemzet legfontosabb dala,